Halálos közúti baleset történt kisújszállás közelében a 4202-es számú közúton. Egy éles kanyart követően egy Volkswagen mikrobusz borult árokba, majd egy erdős fás területen állt meg. A járműben egy ember utazott, aki a járműből kiesett és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elhalálozott. Az esethez elsőként a hazafelé tartó turkevei önkéntes tűzoltók érkeztek ki. A Jász Nagykun Szolnokvár megyei MKI művelet irányító központja a kisújszállási tűzoltókat is riasztotta a helyszínre. A tűzoltók áramtalanították a járművet, majd átvizsgálták a helyszín környezetét, további sérültek után kutatva. Később a kisújszállási tűzoltók megvilágították a helyszínt a rendőrség kérésére. Az érintett útszakaszon előbb teljes, majd részleges útzár volt érvényben.